Tüttyöl tratyli. Hozzávalók. Másfél kiló nyers ratyli. Egy jókora pese. Két csobolyó gönyézde, ha lehet pörögősi. Három csipet cihánta. Négy olej csikmány. Öt darab zamecsli. Egy süttyönyös petrecel. Egy véka vatyek. Elkészítés. A nyers ratylét fél órát posfásznyuk a gönyézdével. Még csurmot nem ereszt. Közben a vatyekot megdicsikicseljük. Szépen hőjjén megpicskázzuk. A nyesedékből pedig apró csurmákat gyúrunk. Ezek kerülnek majd a koshatba. Közben a pocadékot megpecsentjük, a ratylit pedig hagyjuk slottyanni. Tüttyölni csak akkor kezdjük, ha már jó vatyálós. A pesét lesonybasztjuk, aztán már csak röttyengetjük, mert hamar oda kaphat. Végül a süttyönyös petrecelt belebibározzuk a négy olej csikmányba, majd jól összegröszjézzük. Várunk, amíg a széle be nem tockosodik, és rádurungoljuk a cihátát. Kumiszos, töltött pratylival tálaljuk. Elkészítési idő 45 perc. Kalóriatartalom. Hát, szénhidrát tartalom. Zsírtartalom. Biztos sok gramm.